Az MTATTK gyógyszerkémiai kutatócsoportja egy nemzetközi konzorcium tagjaként egy új generikus hatóanyagot fejleszt, amely a koronavírussal fertőzött betegeken segíthet a jövőben. A fragmens alapú gyógyszerkutatási eljárás a szerves kémia módszereinek segítségével egy új megközelítésből vizsgálja a hatóanyag fejlesztést, mondja a kutatócsoport vezetője. A gyógyszer molekulákat a célfehérje, tehát annak a fehérjének a zsebében próbáljuk meg felépíteni, amely az adott betegséggel összefüggésbe hozható. Ez az úgynevezett fragmens alapú gyógyszerkutatás, amelyek alapjait többek között a mi kutatócsoportunk rakta le Magyarországon és a világon is. Ezt a tapasztalatot használjuk fel most a COVID-19 fertőzés kapcsán. Tudnélik, angol és amerikai kutatóknak sikerült több olyan fehérjét is izolálni ebből a vírusból, amelyeknek a gátlásával várhatóan antivirális hatást lehet elérni. Ezeknek a fehérjéknek az egyike az úgynevezett kimotripszin-szerű főproteáz. Ennek a proteáznak a gátlására indítottunk el egy kutatási programot. Tudtunk olyan apró, pici, fragmens molekulákat találni, amelyek sikeresen kötődnek ennek a proteáznak a centrumába, és ezáltal ezekből a kis fragmensekből kiindulva várhatóan képesek leszünk nagy hatékonyságú gátlószereket fejleszteni. Az új hatóanyag sem Európában, sem Amerikában nincs még törzskönyvezve. A Magyarországon zajló fejlesztés ezért kiemelt jelentőséggel bír. A favipiravir egy széles spektrumú antivirális szer, amely számos vírusfertőzés, például a nyugat-nílusi láz, a sárga láz és az ebola ellen is hatékonynak bizonyult. Ezt külföldi klinikai kutatások igazolják. Ezt az antivirális szert Kínában már sikerrel alkalmazták a koronavírussal fertőzött betegek tüneteinek kezelésére is. A favipiravirral kezelt kínai betegek esetében a vírusfertőzés 11 nap helyett 4 nap alatt már lezajlott, mindeközben pedig a szokásos tünetek, a láz, a köhögés, illetve a légzési nehézségek fokozatosan elmúltak, illetve lényegesen kevésbé terhelték meg a betegeket, mint a kontrollcsoportban. Ezek alapján, a biztató eredmények alapján kezdtünk neki Magyarországon is a favipiravir hatóanyag és gyógyszerkészítmény fejlesztésének. A Természettudományi Kutatóközpont nem csak a konzorcium vezető szerepet játssza el, hanem ezen kívül a hatóanyagnak a laboratóriumi eljárását is mi fejlesztjük ki. Tulajdonképpen ennek a folyamatnak a végére érkeztünk most, és az előállításhoz szükséges reakciók, körülmények kidolgozásával előállítottuk az első magyar favipiravir hatóanyagot. Az új gyógyszer bevezetéséhez a most lezárult laboratóriumi fejlesztés után további 3 fázis szükséges, amelyek akár már nyáron lezárulhatnak. A gyártókapacitás kiépítése folyamatban van, melyben nagy hazai gyógyszergyártó cégek vesznek részt. A koronavírus kezelésére is alkalmazható készítmény klinikai vizsgálatai zajlanak. Engedélyeztetése a világjárvány miatt gyorsított eljárásban történhet. Vannak ezek a biztató adatok, amelyek a kínai tapasztalatok alapján rendelkezésünkre állnak, azonban favipiravir tartalmú gyógyszerkészítmény hatékonyságát és biztonságosságát COVID-19 fertőzésben tudományos megalapozottságú vizsgálattal még nem igazolták. Ezért a mi célkitűzésünk az az, hogy a magyar gyógyszerkészítmény felhasználásával ilyen tudományos igényű vizsgálatban bizonyítsuk a gyógyszerkészítmény hatékonyságát és biztonságosságát. Az antivirális készítmények, így a favipiravir is a betegség korai stádiumában alkalmazható sikerrel, mondja Keserű György. A legyengült immunrendszerrel rendelkező, vagy egyéb krónikus betegségekkel küzdő fertőzötteknél is hatásos lehet a készítmény alkalmazása. Az antivirális kezelés azt a lehetőséget biztosítja, hogy a veszélyeztetett csoportok esetében a fertőzést már a korai, legkésőbb középsúlyos stádiumban képesek vagyunk megfogni, és ennek következtében el tudjuk kerülni, hogy ezek a veszélyeztetett csoportba tartozó emberek súlyos, esetleg kritikus állapotba kerülve, életveszélyes helyzetben kórházi ellátásra szoruljanak. A fejlesztést az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal kiemelt projektként támogatja.
Az új gyógyszer nem csak az itthoni védekezésben jelenthet segítséget, hanem Magyarország egyik sikeres exportterméke is lehet a jövőben.